Szoktatok ti is azzal játszani, hogy sokáig néztek valamit, hogy beleégjen a szemetekbe a képe, és aztán megfigyelitek, hogy milyen fényeket, formákat láttok a csukott szemhéjatokon? Ezt a jelenséget utóképnek nevezik, és Keserű Ilona az egyik legjelentősebb ma is élő magyar művész a 80-as években igyekezett vászonra vinni. A Q Contemporary-ban július 1-ig a művész teljes életművét átfogó kiállítást láthatok, a belépés, mint az intézmény minden kiállítására ide is ingyenes. Az utóképekkel való kísérletezés csak egy részlete a két emeleten elterülő kiállításnak, a művész szín- és formavilágát, érdekes anyaghasználatát ugyanúgy megfigyelhetjük itt. Nekem különösen tetszettek a sokszor visszaköszönő számomra a nőiségre utaló gömbölyű, domború, organikus szimbólumok. És gondolnátok, hogy ezeket az óriási színes képeket egy majdnem 90 éves ember festette? Lenyűgöző! Nézzétek meg ti is!